Hétvégén az FTC Pápa labdarúgó NB1-es bajnoki mérkőzéssel visszavonult a hazai élvonal meccsrekorder partjelzője, asszisztense, aki 342 alkalommal lengetett itthon, 98-as bemutatkozása óta, 134 nemzetközi meccsen működött közre, FIFA kerettag volt 2000 óta a Kassai csapat tagja a BL-ben, fináléban is fellépve. A 30 éves játékvezetői karrier szakasz zárása után Kispár a vendégünk. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt. É, és először tisztázok azt, mert ez egy örök vitatárgya, hogy asszisztens vagy partjelző, és csak arra vagyok kíváncsi, hogy melyik a szebb szó erre a feladatra, tehát neked például, melyik áll közelebb a, a fülethez és a szívethez. Továbbra is a partjelző nekem a szimpatikusabb. Én így nőttem fel, ezt szoktam meg. Nyilván a helyes kifejezés most már az asszisztens, és a, a neve is erre utal, és ezt akarja, hogy mi segítői vagyunk a, a mérkőzésnek, a illetve a mérkőzési Pontosan így van a feladatunk, és nem csak a nevünk változott az utóbbi években, de hozzám továbbra is a, a partjelző kifejezés marad. Szívemhez a, a közelebb. Vajon a, a labdarúgó bíráskodásban a vezetőbíró, nevezük vezetőbírónak, tehát a játékvezető, vagy pedig az asszisztens, a partjelző feladata változott többet az alatt, azok alatt az évtizedek alatt, amióta te benne vagy ebbe a szakmába? Um, talán. Talán látványosabb a, a mi szerepünknek a, a változása, mi korábban e, igazából azon kívül, hogy bedobást, szögletet, kirugást vagy, vagy lest kellett intenünk, azon kívül semmi más szerepünk nem volt, sőt sokszor még talán az elején a félpálya túloldalára sem kellett az irányt mutatnunk a bedobásoknál, ez azóta jelentősen megváltozott, tehát akár a szabálytalanságok megítélése, akár a fegyelmezésben nyújtott szerepünk is jelentősen megnövekedett. Aztán mikor és hogyan, mi alapján döntötted el, hogy a labdarúgó játékvezetésben, hát a partvonalon kívülről akarsz beleszólni a dolgokba? Nagyon sokáig csináltam mind a kettőt, sőt a, a, az MB2-es keretben is először én játékvezetőként működtem, játékvezetőként és, és asszisztensként is. A 97-ben egy ilyen, egy több, több beszélgetésen merült fel az a lehetőség, hogy talán asszisztensként gyorsabb, karrierrel számíthatok, mint játékvezetőként. Ehhez akkor Juhos Attila mellett lett volna helyem a FIFA keretben, és rövid, vagy, vagy talán nem is olyan rövid gondolkodás után, de úgy döntöttem, hogy belevágok és elvállalom. Magam is úgy éreztem, hogy talán játékvezetőként nem tudnám elérni azokat az eredményeket, amiket, amiket szerettem volna asszisztensként, és ezt tűnt, ez tűnt, a, akkor is már a sikeresebb útnak. Ma már viszonylag korán kell ebben dönteni és választani, igaz? Mert hogy, hogy a bíráskodás is nagyon szakosodik már már megyei szinten el kell dönteni a játékvetőnek, hogy játékvető vagy asszisztens szeretne -e lenni, ilyen szempontból a mi időnkben ez még, ez még egészen más volt. Igen, ma már nincs ilyen átjárás. A körülmények ugye nagyon eltérőek, nagyon mások voltak még azokban az időkben, és hogyha visszaemlékszel, hogy a hősidőkben még hogyan tartott a partjegyző és játékvezető egymással kapcsolatot, hát nem tudom, akkoriban még a gesztusok meg a mimika, ugye? Az volt a, a legfontosabb. Ö, ugye testbeszédről beszéltünk és szemkapcsolatról mindig, ami a, ami, ami a legfontosabb volt az egymással való kapcsolattartásban, de én talán még ezt is megelőzném, hogy ö, ugye mivel még telefonjaink sem voltak igazán, az, hogy hogyan indulunk és hogyan találkozunk egy mérkőzésre, azt is egy, egy papírnak a, a tetejére írták rá a kollégák, amikor én átvettem, a papíron a sok mérkőzésen a küldésemet, és onnan tudtam meg, hogy éppen hol, melyik sarkon kell majd, majd találkozni csapatnak. a csapatnak, és úgy, úgy, úgy megyünk a mérkőzés és ez egy fix dolog volt, nem kellett utána még négyszer, ötször egyeztetni, hogy mobiltelefonon, hogy, hogy, hogy mikor és hol találkozunk. De hát a pályán is ugye egészen más volt akkor a kapcsolattartás, tehát a szemkontaktusnak volt talán a, a legnagyobb szerepe akkor. Nem úgy, mint most ugye, amikor már, már különböző technikai eszközökkel vagyunk felszerelve, és jelentősen megkönnyíti a, a dolgunkat, legalábbis itt az élvonalban. Mennyire volt ez veszélyes pálya, veszélyes üzem? Arra gondolok, hogy a partjelző hát a legtöbb esetben végig sokkal közelebb van a nézőkhöz. Hány kellemetlen élményed volt ez alatt, az évtizedek alatt? Volt belőle, jutott belőle. Az igazán emlékezetes, az mégis játékvetőként történt. Kétszer is előfordult, hogy fizikai atrocitásért, tehát konkrétan pofonokat kaptam. Ez talán is hozzájárult az elsőt biztosan, hogy nagyon fiatalon kezdtem a alkoholok A, a Történetesen egy, egy rendező volt. Rendező szóval. igen. Igen, 16 vagy 17 évesen voltam akkor, tehát akkoriban ez, ez, ez ritkaságnak számított, főleg megyei szinten és nehezen tudták tolerálni. Talán a csapatok egy idő után már elfogadták, de ez, a, ez az úriember ő, ő, ő biztosan nem is így így vetett véget annak a mérkőzésnek, mert aztán persze le kellett fújnom. Na jó, de hát ez téged nem tántorított el? Ezzel talán nem, sőt, ezután a mérkőzés után a Csongrád megyei napilap, Majdnem egy hétig ö, minden nap megjelentetett egy, egy, egy cikket velem, úgyhogy a gimnáziumba, ahol jártam, ott, ott ö, nagyon komoly főszereplő voltam azon a héten, és <laughs> jelentősen és megjavultak az osztályzatok. <laughs> Ez, igen, ez nem rossz. Volt-e ebben, ebben a karrierben neked kedvenc játékvezető? Ugye ezt említettem, hogy mégis te is mondtál már itt neveket, a Kasai Viktor csapatba is régóta együtt szerepeltetek. Szóval van-e kedvenc, akivel a legkönnyebben megértitek egymást, akkor is, ha mondjuk a technológia elromlik? Igen, 21 évvel ezelőtt kerültem a Budapesti játékvetés, bérkeringésébe, és rögtön az első mérkőzésemen Szabó Zsolt volt már egy egy újpest Vasas-Ifi ifi, ifi mérkőzés volt, és Szabó Zsolt volt a játékvezető, és ezt ez követően minden jelentős állomásán a játékvezető pályafutásomnak ott volt a Zsolt, és és vele nagyon összehangolódtunk, nagyon összecsiszolódtunk. Én őt akkor is és most is az egyik legjobb magyar játékvetőnek tartottam. Minden rezdüléséből és ő az enyémből tudtuk, hogy, hogy a másik mire gondol, a másik mire, mire készül, és talán mondhatom azt, hogy a szívemhez a pályán ő tudott a legközelebb kerülni. Olyan fájó vagy nem fájó érdekes emléked van -e, amikor felülbírálták egy intézkedésedet, és végül is neked lett igazad, és mondjuk cifra eset volt? Vagy amikor nagyon hallgattak rád, és jól tették, hogy hallgattak rád, és meggondolta magát a játékvezető, mert te láttad jól a helyzetet. Emlékszem egy... Mert hogy néha a ez is kerül, arra gondolok. Nem szeretünk mi főszereplők lenni, de amikor dönteni kell, akkor, a, a, akkor dönteni kell. Emlékszem egy, egy Nyipropetrovszki mérkőzésre, ahol azt hiszem, hogy két fontos döntés is, is hozzájárult ahhoz, hogy sikeres legyen az a, a mérkőzés. Az egyik az, hogy a labda áthaladt el gólvonalon vagy nem, ami így utólag Ukrajnában a magyar játékének különösen pikáns, hogy, 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 ilyenben dönteni tud, és a felvételek megerősítették, hogy igen, illetve a, hogy 16-oson belül vagy kívül történt egy szabálytalanságot is állás kellett foglalnom, és mind a két esetben ez, ez jól sikerült. Ez Fiorentina? Petrovsk. Nem, ez korábban volt. Korábban? Korábban volt, igen, igen, ez a 2003-ban volt talán Dnipropetrovsk és nem emlékszem. Hát, hát el, el, ennyi meccs után az ember nem emlékszik. A, a, a leg, mi volt ennek a, a, a karriernek a csúcsa? Ugye ezt említettem, hogy volt itt BL-döntő is, de persze nem biztos, hogy hogy feltétlenül ez alapján dönti el az ember, hogy melyik volt a kedvenc meccs, vagy melyiket tartja a legjobbnak, hogy melyiket a csúcspontnak. Neked melyek voltak a csúcspontok szerinted számodra? Uh, többet fel kell, hogy soroljak. Elsősorban azért azért mindenféleképpen a BL-döntő, ami, uh -huh. ami egy hatalmas élmény volt. A legrangosabb mérkődés, amin én, amin én asszisztensként működhettem, mert itt a BL döntőn én tartalék asszisztens voltam, tehát csak a csapattag. stábtag. ...stábtag voltam, de igazából szinte, szinte turistaként vettem részt azon az eseményen. A legrangosabb, ami működhettem, az, az 2013-ban a Bayern München, Barcelona BL elődöntő volt. E, és e, amit én nagyon fontosnak tartok, és e, egy picit szakmailag is, de talán, talán annál sokkal többet adott nekem, az az, hogy 2001-ben én részt vehettem egy, egy 16 évesek Európa bajnokságán, és e, e, ezt megelőzően e, e, ismerkedtem meg a feleségemmel, aki, aki, aki a labdarúgó szövetségben dolgozott és dolgozik jelenleg is. Ő intézte a az utaztatásunkat, az urafával való kapcsolattartást, és ennek kapcsán uh, ismerkedtem meg vele, aki, aki azóta is a, 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 a feleségem, és uh, ha a karrieremnek nem is, de az életemnek mindenféleképpen az egyik legfontosabb játékvetéshez köthető momentuma volt. Hát akkor ennek Ezt. köszönheted a játékvezetésnek, meg a, a partjelzésnek. Mi fog hi leginkább hiányozni ebből a munkából? A közösség a. a a együtt beszélgetések, poénkodások, a. Tehát, hogy utazik a, a csapat, megy, és, és. Igen, és egymás, egymás rezülését is ismerjük, mindig tudunk mindenre reagálni. Nagyon sokan kérdezték mostanában, hogy, hogy hogy milyen érzés abba hagyni, és én ezt még nem tudom, mert annyira sűrű volt ez utóbbi néhány év, hogy igazából pénteken még meccsen voltam, ma délután még megyek edzésre, tehát még minden úgy történik, ahogy, ahogy eddig. Talán majd, majd néhány hónap fogom érezni, amikor a többiek már mennek, én meg nem, hogy hogy télem is oda ült, is teremtett ezt, hogy abba kellett hagynia. De azért a futballból nem mész? Nem megyek a futballból, sőt már benne is vagyok más szerepben is a Budapesti Labdarúgó Szövetségnél az asszisztensek képzésével foglalkozom, Csongrád megyé játékötő bizottságban a talent játékvezetőkért feleltem, és beszélgettünk már vezetőinkkel arról, hogy a fiatal játékvezetők akadémiai képzésében, illetve a mostani asszisztensi képzésben is majd fog nekem szerep jutni. Hát akkor további sok sikert ebben az új etapban is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk. Köszönöm szépen is.